minisztériumban, így Fürr Lajos miniszter úrnak a kabinet főnöke, és hát ebből az időből ismerjük egymást, tart a jó kapcsolatunk. Aztán most, hogy megnéztem Rihánt atya életrajzát, most döbbentem rá, hogy hát a helyzet az, hogy amikor ő bencés lett, akkor én még meg se születtem. Ez elgondolkodhatja az embert, hogy mit csinált rosszul, hogy ránézése körülbelül egykorúnak látszik a 59-ben bencéssé vált Kozenszky Rihárddal. Nagyon sok mindenről szerettem volna beszélni, de úgy gondolom, hogy ez a kedves kis anekdóta Rákosi Mátyással, ez nem alapozza meg a további fennkartot. Napnyugtájgyot, csillagos eget, a holdjárását, a Balaton ezer arcúságát és a nekünk teremtett világot. A fejezet címeket Dániel próféta könyvének harmadik fejezetéből választotta Rihárd atya. És milyen érdekes egybeesés, hogy az albumot lapozgatta Assisi Szent Ferenc naphimusza jutott eszembe. Ebből szeretnék részleteket idézni Sik Sándor fordításában. Áldott légy Ura, és minden alkotásod!